A Győri Nemzeti Színház társulata jó hangulatban tartotta meg évadnyitó társulati ülését csütörtökön. Elsőként a város nevében Radnóti Ákos alpolgármester köszöntötte a jelenlévőket és a 40 éves színház épület és környezetének közelgő felújításáról szólt. Az előkészületek már megkezdődtek, ez azonban nem érinti a kulturális intézményben folyó próbákat és bemutatókat, hiszen a költözés csak az évad végén, 2019 nyarán lesz. 40 éves a színház idén, öregszünk. Én ezt mondhatom, hogy én 39 éve, tehát egy éve fiatalabb, mint a színház. Azt persze döntség kell, hogy melyikünk van lerobbant állapotban, én vagy a színház. Viszont a színháznál nyilvánvaló, hogy változások lesznek, hiszen ezt már bejelentettük, tudjuk, egy nagyszabású fejlesztés lesz. Itt, ahol vagyunk önmagában, a nagy színpad, a színházi tér, a Kisfódi terem, de a színházat körülvevő tér, az ott lévő parkolás helyzet megoldása meg fog oldódni. Tudom, hogy ez türelemmel és kérdésekkel jár, de vidéken ragyogó eredmény lesz. Felvételeinken is látható, a nagyszabású rekonstrukció előkészítése már megkezdődött. A második János Pál téren az előzetes régészeti munkák miatt több helyen felbontották a burkolatot, ez azonban az épületbe való bejutást csak részben korlátozza. A munkálatok ellenére a főbejárat az oldal lépcsők felől továbbra is megközelíthető. Az egyes szonda, amiben a legnagyobb munkálatok folytak, azt látják, hogy azt kezdjük visszatemetni, hisz nem ott találtuk meg, illetve a régészek a várfalat, és már elkezdődtek azok a munkálatok, hogy egy kicsit visszaállítsuk a régit. Szerintem jobb lett, mert a lépcső az mondjuk katasztrofális most is, viszont már a járda az szerintem jobb, mint ami régebben volt, illetve az a rész a Bajcsi-Zsilinszki utcába, tehát ott már a Strabag visszaépítette. Ha egy kicsit haladunk tovább a növénykazetta felé, akkor ugye látható, hogy ott bizony nagyon szép várfalat találtak, be lehet majd tekinteni, de egyelőre még azért óvatosan, hisz az megfelelő biztonságban van ellátva. Tovább megyünk, ott is volt nyitva egy kazetta, egy kettes kazetta, azt visszatemettük. Ott megfelelő módon ott már föl lehet jönni, sajnos azt kell mondanom, hogy azon kevés helyek egyike, ahol meg lehet közelíteni a színházat. A külső munkálatok után a társulatra váró feladatokról szólt az igazgató. A Győri Nemzeti Színház emblematikus épülete idén ünnepli 40 éves évfordulóját. Ennek alkalmából 2018. novemberében nagyszabású jubileumi gála műsorral ünnepelnek. A nagy sikerű Egy nap a kulisszák mögött című nyílt nap pedig átkerült tavaszra. A társulat egy része nyáron sem pihent, sikert sikerre halmozott. A nyári vendégjátékaink nagyon jól sikerültek, ugye részt vettünk a Boston, a Várton, ugye a Off programban, hatalmas teltházzal nagy sikerrel játszottunk, aztán a Fertő Rákosi Barlangszínházban játszottuk kétszer a Szerjai Korvét. Ugye említette a polgármester a városmai vendégszereplésünket, ahol most még egyszer gratulálok, tegnap előtt ott voltam én is, és hát borzasztóan jól esett, hogy a díjazottok közül van külön díja, Csankó Zoltán, és mint legjobb női szereplő Szina Kinga kapta azt a két díjat, úgyhogy gratulálok még egyszer. Az évadnyitó társulati ülésen elhangzott, nagy várakozás előzi meg a klasszikus évad bemutatóit. Ezt a bérlet eladások már most híven tükrözik. Az első nagyszínházi bemutató szeptember 22-én lesz. A Győri Nemzeti Színház művészeivel azonban már most szombaton, a Városi EKF-napon személyesen is találkozhatnak. A nagyszabású esti gálaműsorban a színészek Beatles dalokat adnak elő a Győri Filharmonikus Zenekar kíséretében.